felteszem azt a találós kérdést, hogy kiköti össze a Felvidéket, Újpestet és az Operaházat, bizonyára sokan tudják ezt a választ, de ha valaki nem, akkor most elárulom Házi Erzsébet, világhírű operaénekesnő, akivel már mi is sokat foglalkoztunk itt, és aki 85 éve született. Sokat tudunk róla, de most még többet megtudunk. Én például Nagy Elánnal úgy tudtam, hogy Házi Erzsébet 85 éve október 1-én született, de nem, hiszen itt van a kezemben az anyakönyv, vagy a születési bizonyítványának a másolata, hogy szeptember 30-án 1929-ben született, és ezt onnan tudhatjuk, hogy a vendégünk Hekné Házi Anna, Házi Erzsébet unokatestvére, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban, és dr. Hollósi Antal, Házi Erzsébet nagy rajongója, kutatója, tisztelője. Szép napot kívánok, köszöntöm Önöket még napot egyszer. Kívánok. Azért volt ilyen hosszú ez a bevezető, mert én tényleg néztem már többször, hogy Wikipédián, meg mindenhol az interneten, ahol az a születési évszám szerepel, hogy 1929. október 1-e, de most itt a bizonyíték, hogy nem, ugye? Igen, tehát Pozsonyban született. Az ő édesapja és az én édesapám édestestvérek Nyárasdon éltek. Nyárasdon, Csallóköz közepén, a Kis-Duna partján, és hát egy nagymamánk van, közös a nagymamánk. A nagymama fényképét Almási Cecília volt a neve, Házi Mihályné Almási Cecília. Elhoztam magammal, itt van. Felvidéken az én testvérem Pozsonyban él, pozsonyi unokatestvér, én pedig Somorján lakom. Nem messze Nyárastól, de Nyárasdon vannak az apai felmenők, mind eltemetve, nagymama, nagypapa, dédnagymama, dédnagypapa, mindenki ott. Tehát Nyárasról származik a család. Igen, ott vannak a gyökerek, viszont az ő életük, a család azon ágának élete Újpesten folytatódott, amiről Hollósi Antal igen sokat tud. És önök is többek között azért vannak most itt, hiszen pont a születésnap alkalmából is megkoszorúzták a sírját, ahonnan most érkeztek, ugye? Jól tudom ezt. Igen, a kedves vendégekkel, akik nem először járnak Magyarországon, de Budapesten, de Újpesten talán igen. Itt is találkoztunk, de hát valóban az én emlékeim a művésznőről hát gyerekkoromra nyúlnak természetesen vissza, és hát ennek még vannak ilyen különböző ágai, bogai ennek a visszaemlékezésnek. Ezt 5 évvel ezelőtt kezdtünk ezzel, amikor 80 éves születésnapja lett volna a művésznőnek, akkor Ladony Sándor akkori képviselőtársammal együtt ezzel egy kicsit behatóbban foglalkozni, és bizony sokunk emlékezetében felmerült az a kép, hogy az István téren lévő Lómészárszékbe betérve szembe találjuk magunkat Házi Erzsébetnek egyik szerepében készült nagyon exkluzív fényképével, és természetesen a sok élmény között a számos filmszerepe, opera és operett szereplései is emlékezetünkbe jutott, emlékezetünkbe idéződtek, és azt gondolom, hogy ő így áttételesen tulajdonképpen Újpestnek akkoriban az egyik legkiemelkedőbb művésze volt, még ha nem is élt, csak gyerekként itt, de az édesapja, aki ezt az üzletet vezette, olyan büszke volt rá, hogy ezt a fényképet ő mindig ott tartotta a falon. És természetesen hát az akkori kamaszok és fiatalok, de a felnőtt férfiak is hát nagyon büszkék voltak, hogy egy ilyen híres szülött, nem, ha nem is szülötte, de lakója van ennek a városnak. Ilyen híres és milyen szép. És hát természetesen azért ő nem csak a hangja, hanem maga a jelenség, ahogy ő éppen beszéltük Annával, hogy gyakorlatilag még akkoriban is az volt, hogy azért bizony egy opera énekesnő azért kicsit az emberek képzetében, hát mondjuk teltkarcsúnak volt mondható, ő viszont egészen sokáig megőrizte a karcsúságát és a nagyon szép vonásait a hangja mellett természetesen. Egyébként érdekes, hogy erről is beszéltünk már itt, ezen a fórumon, sőt az ő művészetéről is, többek között Bertalan Tivadarral, aki dolgozott vele, sokat beszélt filmforgatásokról, Darvas Iváról, aki Házi Erzsébet férje volt, ugye, tehát sok mindenről beszéltünk vele kapcsolatban. Ez a felvidéki származás maradt ki ebből a történetből, ezért is nagyon érdekes ez, hogy a családban milyen emlékek vannak róla, vagy hogy gondolnak rá vissza Házi Erzsébetre? Házi Erzsébet édesapja a házi családban az egyik legidősebb fiú testvér volt, és a mi édesapánk Géza a legfiatalabb. Tehát elég nagy korkülönbség volt az unokatestvérek között is emiatt.
Pozsonyban, akkor, amikor 38-ban volt a visszacsatolás, akkor ugye Nyárast, meg az én édesapámnak a somorjai akkori lakhelye, az Magyarországhoz került, viszont Pozsony nem. És ekkor Házi Erzsébet 9-10 éves kislány lehetett, és hát a család nem tudni, hogy kitelepítették-e őket, mert visszacsatolás után Pozsonyban azért eléggé olyan helyzet volt, hogy a Duna másik oldalára küldték a magyarokat. Nem volt barátságos. Nem volt barátságos, így van. De az is lehet, hogy a család attól való félelmében, hogy a gyerekeket nem lesz hol tanítani, mert Erzsébet akkor már jár zeneiskolába, átköltöztek Magyarországra, tehát Budapestre, akkor kerültek Budapestre. Tehát nem tudjuk az okokat pontosan, csak azt okokat tudjuk, pontosan azt a tényt, nem tudjuk. Hogy jöttek. Annyi bizonyos, hogy nem a háború, második világháború utáni kitelepítésekről van szó, tehát nem akkor költöztek Budapestre, hanem jóval korábban. Mond még a kitörés előtt igen, költöztek igen. ide. De akkor a család ott maradt része, amikor már Házi Erzsébet híres operaénekesnő lett, és ahogy tényleg, ahogy mondtuk, egy kultikus alak. Ma valószínűleg ez nagyon rossz szó, meg nem tükrözi az ő művészi teljesítményét, de ma valószínűleg egy ilyen nagyon foglalkoztatott celeb lenne, vagy aki szépségével, művészetével mindenkit lenyűgöz. Szóval erre az ott maradt család erre a dologra is rá büszke volt? És beszéltek erről? Az igazság az, hogy a Házi ágon, tehát az édesapánk ágán, majdnem minden testvér valamilyen módon Magyarországra került. Kevesen maradtak. Rajkán, Budapesten, például Budapesten a Dózsa György úton két nagynénim lakott, aki szintén az Erzsébet édesapjának, Jenő bácsinak az édes testvére volt. Dózsa György út 68-ba, meg a 126-ba, és pontosan egyetemista koromban Erzsébet keresztmamáját, aki Dózsa György úton lakott, őt is úgy hívták, hogy Házi Erzsébet szoktam én meglátogatni. Abban az időben még évente kétszer tudtunk csak átjönni, ez a 60-as, 70-es években volt, és hát a keresztmamával, a Házi Erzsébettel, az Erzsébet keresztanyjával szoktunk eljárni az operába, meg olyankor. Hát nagy elismeréssel voltunk mi is, mert valóban egy színpadi jelenség volt, ugye filmekben is játszott, de hát a hangja is gyönyörű volt, operetteket is énekelt, de hát például csodálatos volt a Manon szereplése. Ugye Kossuth díjas, Liszt díjas énekesnő volt. Nagy korkülönbség volt, mondom, pontosan igen. amiatt, hogy az ő édesapja a Házi családban az egyik legidősebb fiú, a mi édesapánk pedig a legfiatalabb. Milyen ember volt, azt lehet tudni? Házi Erzsébet? Jobban ismertem a legfiatalabb lány testvért, aki Telesi Györgyi néven lett színésznő, igen, mert hogy a mi bátyánkkal, aki 1940-ben született, három unokatestvér volt, aki ugyancsak 40-ben született, és a Telesi Györgyi, a Csöpinek hívta a család, ő is 40-ben született. Ő például Tejfalura, ahol édesapámék laktak, gyakrabban eljárt, és volt is egy, emlékszem, hogy a családban emlegetik, hogy egy picikét sedre volt abban a korában, amikor még nem volt színésznő, hogy például a vonaton felejtette a legújabb fehér tűsarkú cipőjét, amit ott nálunk vásárolt. Erzsébettel inkább olyan kapcsolat volt, hogy eljártam az operaházba, pontosan a keresztmamája biztosította a jegyeket. Büszkén. Büszkén, igen. És a halála, hogy ez azért fiatalon történt? Fiatalon történt. És a családot? Igen, hát a család nehezen dolgozta fel azt, hogy mindkét szülője még élt akkor, amikor Erzsébet meghalt. Fiatalon valahogy mozgalmas volt, nagyon mozgalmas volt az élete, és
Hát örülök, hogy most a sírjára tudtunk hozni egy csokorvirágot mi is. Ugye figyeltük az interneten, mert ki lehet keresni most már minden nevezetes színész, nevezetes egyéniségnek a sírhelyét. Úgyhogy köszönjük, hogy ezen a felvidéki est elő délutánján sikerült ezt megtennünk így együtt. Beszélünk erről az estről is még egy kicsit, de még annyit, hogyha már az újpesti életükről meséltünk, vagy beszélgettünk, akkor ugye nem igazán lehet tudni, hogy hol volt a házi család háza és lakhelye, és doktor úr most ezt keresik, és egy felhívás is volt ezzel kapcsolatban, jól tudom, elég sokan jelentkeztek. Igen, hát ez már korábban is fölmerült, mert azért az elég sokak előtt tisztán megjelenik, hogy a István téren volt ez az üzlet, ami később aztán a mostani Mákos Guba étteremnek a helyére települt át, de ugyanúgy a házi bácsi volt ennek a vezetője, de valószínűleg ez már akkor nem tulajdonosként, hanem alkalmazottként történt, és az a gyanunk, így a mostani ismereteink szerint, hogy nem háztulajdon szereztek ők itt, bár van arra valami adat, hogy ők azért nem, ahogy Anna is mondja, nem menekültek, hanem önkéntes elhatározás alapján települtek át, tehát valamiféle vagyon tudhattak áthozni, hiszen Erzsébet itt folytatta a tanulmányait, például az ének tanulását, és gyakorlatilag elképzelhető az is, hogy ő tulajdonosként vezette ezt az üzletet valamikor, amit aztán államosítottak. De az a valószínűbb, hogy bérlőként laktak ők valahol itt Újpesten. Jelen állás szerint 3 olyan ingatlant jelölnek meg a visszaemlékezők, amelyik mondjuk szóba jöhet. Legvalószínűbb egy az akkor Rákóczi utcának nevezett, ma Perényi Zsigmond utca és Baross utca sarkán levő épület, az tűnik a több egybehangzó vélemény alapján. Ez sem biztos, persze még természetesen. Próbálkozunk telekkönyvbe, telefonkönyvbe, itt-ott. Én bízom benne, hogy azért elég sok idős újpesti él, akinek ezek az emlékei megvannak, és ugye azt aztán később tudjuk, hogy Rákospalotára települtek át, és ugye itt egészíteném ki Annának a szavait, hogy ő Budapestre jöttek, de tulajdonképpen Újpest akkor még nem volt Budapest, akkor még egy külön városnak számított, és Rákospalota is, mert 1950-ben lett Nagy Budapest, de valóban ők itt laktak Újpesten egész biztos, és aztán Palotára települtek át, olyan mértékben is, úgy tudjuk, hogy a házi Jenő bácsi Rákospalotán van eltemetve, erről mondjuk van dokumentum is. Tehát magyarul ott tartunk, hogy továbbra is várjuk a egyre biztosabb információkat, mert az az eltökélt szándékunk, hogy mondjuk még az év végéig belefér a születési évfordulóba, hogy egy emléktáblát szeretnénk elhelyezni, mert mint kiderült, azért mert tényleg büszkék vagyunk rá, és a házi bácsi is egy ikon volt Újpesten, mert nem sok ilyen volt. De valóban jelentkeztek idősebb újpestiek, hogy igen, mi emlékszünk rá, hogy ott volt, más meg, tehát így jött össze ez a 3 lehetséges. Igen, igen. Valamennyire mentünk utána is, de spontán a sajtó, illetve amit tudom, még a televízióban is jelentkeztek, és konkrét, és megmondom őszintén, én még egy kicsit folytattam a piacon ilyen, na, az ilyen a magán tanulmányokat, vagy információgyűjtést, és hát sajnos azért már nem sokan élnek, de vannak néhányan, akik hát a házi bácsra emlékeznek, és fölbukkant 2 személy, akiből az egyiket még nem sikerült elérni, 90 év fölött természetesen, aki még azt is tudhatja, hogy tényleg melyik házban. Ez a legújabb hely, ez pedig József Attila utca 37. Azért is mondom ezt most el, hogy hát, ha valakinek valami összeáll az emlékképei között, hogy ott annak a szuterényében lakhattak ők, vélhetően ugyancsak nem tulajdonosként, hanem lakbérlőként. Említette, hogy ez a koszorúzás, vagy ez a virág csokor elhelyezése a sírnál, ez egy szép előzménye volt a felvidéki esnek, amelyestről mit kell tudni, mikor lesz, és mi ez? Amelyest ma lesz. És úgy tudom... Azaz szeptember 26-án. A Hit és Hűség című darabot is bemutatják. Valószínű, hogy én magam nem láttam még a Hit és Hűség darabot, de a felvidékieknek erről a sorsáról, hogy azért hűnek maradni a szülőföldhöz, de ugyanakkor hinni abban, hogy ugye ez a magyarság valahogy egy kultúra, egy összetartozás, és hát a mi családunkban tényleg nagyon sok testvér, anyai ágon, apai ágon is otthon is maradtak, hűek maradtak a szülőföldhöz, de a kultúra miatt, és hát Erzsébeték családja is
így kerülhetett ide Budapestre, és volt, akit kitelepítettek erőszakosan. Tehát gondolom, hogy ez a Hit és Hűség című darab erről szól, hogy milyen hányatott a felvidéki magyarnak a sorsa. De ilyen szempontból a házi család erre egy eklatás példa, nem? Tehát, hogy pont erre tehát a történelem, hogy is mondjam, rossz vicceire, hogy ott is maradnak, küldik őket, jönnek. Igen. Tehát, hogy mennyire egy ez az egész, de hogy szakítja szét a családokat a történelem sokszor. Igen, a mi édesapánk 70-ben halt meg, 60 éves korában, és hoztam olyan fotókat 60-as évekből, amikor Erzsébetnek legkisebb leánytestvére, ők négyen voltak leánytestvérek, legkisebb leánytestvére, Telesi Györgyi, akkor ment férjhez. És a fotó hátlapjára pontos dátum föl van jegyezve, és ugyanezen alkalommal édesapám náluk járt, Jenő bácsinál. Tehát ha édesapám élne, akkor ő tudná mondani, hogy hol. Hogy hol volt az a náluk. Hogy hol van az a ház, mert akkor több fotót is hozott. Például az egyik fotón, akkor Erzsébetnek Darvas Iván volt a férje, és köszöntik az ifjú házas párt, és ott látható Erzsébetnek a másik testvére is, az Ilonka, és a harmadik leánytestvérének, a Pirinek, aki festő és szobrász művész, a férje volt az egyik tanú. Tehát ezek a fotók, amiket most mutatunk, ezek a családi kincstárból kerültek elő. A családi kincstárból, akkor, amikor édesapám, igen, ahol a másik tanú pedig Paplaci volt. Igen, az egyik tanú az Erzsébet Piri nevű testvérének a férje, a másik pedig a Paplaci volt. Tehát ő családi barát volt. Igen. De akkor ezek szerint a Darvas is beépült a családba, hogyha ő is ott volt az esküvőn. Igen. Hát akkor Erzsébet. Akkor volt a férje. A férje. És együtt gratulálnak az ifjú párnak, arról is van fotó. Elég jó névsor, nem? Igen. Hát csak annyiban visszakanyarodva, ugye, hogy a Benes dekrétumok, amik sajnálatosan ma is élnek még, és minden, legalábbis a magyar Európa parlamenti képviselőink ezt folyamatosan igyekeznek felszínen tartani, okozták ezt, hogy családokat szétszakítottak, és ugye ez azért is volt fájdalmas a felvidék vonatkozásában, mert míg Erdély azért talán messzebb van, és onnan is azért ugyanez lezajlott, de annyira élesen a Duna határvonala annyira borzasztó volt, hát ugye azok a történelmi tények, amikor egy csónakba bepakolva néhány ingóságával egy egész családot elindítanak a Duna másik partja felé, ezek azért úgy megmaradnak, én úgy gondolom, hogy ott élő maradt családoknak is, de a magyar családoknak is az emlékezetében, és jó lenne, ha eljutnánk egyszer oda, hogy ezek már csak tényleg szörnyű emlékek, és nem pedig még ma is élő dekrétumoknak a következményei, és hát mondjuk azért ez mindig is a magyar, az ott élő felvidéki magyarságnak a génjeiben benne van, reméljük, hogy már nem sokáig. Egyébként Csáky Pálnak a munkássága e körül forog, és az ő műveiből készült ez a dramatizált változat, okay, amit ma este itt fogunk látni a Művelődési Házban. Hány órakor? 7 órakor. Szeptember 26-án 7 órakor, viszont ha már az emlékekről beszéltünk, akkor a család célja is, azt gondolom, és hát az önök célja is, hogy Házi Erzsébet emléke minél tovább fennmaradjon, és gondolom sokszor fognak még így megemlékezni rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Azt hiszem, itt még vár ránk egy méltó lezárása a beszélgetésnek. Igen, hát tekintettel arra, hogy először találkozunk itt Újpesten, én szeretném megköszönni, hogy elfáradt hozzánk, és hogy együtt ott lehettünk a művésznő sírjánál. És Újpest megőrizte sajátosságait, annak ellenére, hogy már Budapest negyedik kerülete, és ennek jegyében szeretném az Újpest borát, amelyik nem itt termedne, aggódjon, átadni, és ehhez is jó egészséget kívánok, és ha szabad még, ezt a két könyvet, mint pedagógus, biztos, hogy szeretettel fogja forgatni, és köszönöm. Jó emlékünk meg, és valószínűleg, hogy fogunk még találkozni. Köszönöm szépen, és nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, hogy itt Újpesten unokatestvérünknek a emlékét ápolják, és valóban köszönjük szépen, hogy ma együtt elmehettünk a sírjához. Én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm.